Pályázatíróként sokszor tették fel a kérdést, hogy mikor tartom igazán fontosnak azt, hogy külső szakember készítsen egy pályázatot, és mikor gondolom úgy, hogy valaki saját maga is meg tudja azt írni. Azt gondolom, hogy ezek az új pályázati kiírások, amik megjelentek, olyan méretű cégeknek szólnak, akiknél feltételezhető, hogy található egy olyan kompetens ember, aki rendelkezik szakértelemmel a számítástechnikában, a cég üzemeltetésében, működtetésében, illetve valamennyire íráskészsége is van, és a számok világában is elboldogul. Hogyha rendelkezik ön ezekkel a képességekkel, akkor azt gondolom, és ismeri jól a céget, akkor azt gondolom, hogy ezeket az új kiírásokat tudjuk közösen értelmezni, és megpróbálom önöket elvezetni egy olyan úton, ami legalábbis ahhoz hozzásegíti önöket, hogy megértsék ezt a nyelvezetet, ahogy a pályázati kiírások születnek, illetve megértsék azt a pályázatkezelő rendszert, annak a használatát, amit most a Széchenyi 20-20 keretében bevezetett a kormány. Hogyha úgy érzik, hogy érdeklik önöket az új kiírások, elsősorban a kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak fejlesztése című kiírás, ahol gépbeszerzésre, ingatlan bővítésre van lehetőség, és az önök cége kellően erős, stabil, és a kis- és középvállalkozások körébe tartozik, akkor azt ajánlom, hogy ön kedves cégvezető, vagy valamely kolléganője hallgassa meg az előadásunkat, és tartson velünk.